Köszöntöm a Pécsi körnézőit! Fotókiállítás, díszpolgári cím, gálaest és Design Pécs. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Szívből látszani. Ezzel a címmel rendeztek kiállítást az egyik pécsi vendéglátóhelyen. A program a Pécsi Fotóhetek keretében zajlott a Gandhi Gimnázium tehetségeinek közreműködésével. A Gandhi Gimnáziumban működő Nerok Stúdió kiváló technikai felszereltségének köszönhetően az iskola tehetséges fiataljai állítanak most ki Pécsen a Trezor rendezvényházban. Szeretnék egy kis jót tenni, hogy ha jön egy ember egy ilyen fotókiállításra, mint a miénkre most, akkor mikor nézi végig a képeket, most ezért jó, hogy nincs alatt a név, hogy semmi előítélet vagy bármi nélkül így rá tud csak mosolyogni, hogy ez mókás, vagy ez elgondolkodtató, vagy hogy miért pont ilyen szín, vagy miért pont olyan, vagy ott miért homályos, ott miért nem, és ezt szeretném elérni az embereknek a szívében. Ezt az egyik képemet egy gyerektáborban készítettem, igazából megláttam és megtetszett, és én általában így vagyok a képekkel, hogy meglátok valamit, és ez megtetszik, és azt mondom, hogy ezt leszeretném fotózni. És nagyon, nagyon sokat jelent számomra ez a mai esemény, és nagyon sok örömet ad, és nagyon sok motivációt is a későbbiekben. És egyszerűen büszke tudok lenni magamra is, és a társaimra is. Nagy élmény nekem ez mondjuk, mert így nem nagyon van ilyen esélyem ilyen dolgokra legtöbbször, de mondjuk ez most igen. Szóval nagy élmény. Ehhez persze kellett egy kiváló oktató is, aki átadja a tudását, megtanítja a művészi látásmódra a Gandhi Fotóklub lelkes tagjait. A klub Marsalkó Péter fotóművész tanácsára indult be. Egy Gandhi gimnáziumból jött ez a felkérés, és ebbe az a megdöbbentő, hogy olyan tizenévesek ültek le körém, nem voltak sokan, 5-6-an voltak, akik a telefonjukon kívül semmilyen fajta fogalmában nem voltak a fotográfiában. Tehát ő fölemelte a gépet, a telefonját, és azzal csinálta a képeket, és úgy gondolta, hogy ő fotószakkörbe fog járni. Hát ez elég izgalmas volt, mert sose felejtem el azt, hogy amit én saját magamban kommunikáltam le, hogy én ezt hogy fogom megoldani, hogy fogok én gyakorlatilag beférkőzni a bizalmokban, vagy hogy leszek én hiteles. Tehát ugye én nem cigány ember vagyok, ő pedig cigány nemzetiségűek. Hogy fogok megértetni velük gondolatokat, kreativitást? És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy ők iszonyatosan bíznak bennem, és meg kellett nekik magyaráznom, hogy én is nagyon bízok bennük, mert más lehetőségem nincs, mert vagy együtt fogunk a kútba esni, vagy együtt megyünk a siker felé. És ezt ott vettem észre, hogy ez egy nagy feladat, hogy a gyerekek külön-külön egy intézményt, egy külön neveltetést, egy külön érzékenységet, egy külön gondolkodást, egy külön kreativitást képviseltek. Tehát nem azt kellett nekem létrehoznom, hogy megtanítsam őket Marsalkó Péter fényképészetére, hanem azt kellett felfognom, hogy nekem meg kell tanulnom cigány érzékenységben gondolkodnom és tanítani. Tehát be kellett bújnom ebbe a fajta mentalitásban, és egyenként meg kellett néznem, hogy egyes diák mely területen érzékeny, és mely területen tudom belőle kihozni a legtöbbet, hogy sikerhez jusson. Dr. Aknai Katalin művészettörténész méltatta a Pécsi Trezorban látható kiállítás anyagát, a gandhis fiatalok alkotó munkáját, tehetségét. Nagyon érdekes és nagyon felemelő a képeket nézni. A különféle perspektívák. Szinte égi perspektíva alig van, sok az alsó nézet, sok a közeli, sok a ház, sok az állat, sok a kapcsolat. Különleges, láthatatlan, vagy inkább feladatul, felfejtésre váló feladatul kínálkozó kapcsolatok, egyfajta ilyen network nyílik meg, ami persze mind az alkotó gondolkodásmódját, körülményeit, életkörülményeit, és még nagyon sok mindent tárnak föl, azt a buborékot, amiben élünk.
A harmadik pécsi fotóhetek alkalmával most állítanak ki először a Gandis diákok. A hetek megálmodója Schreck Mo, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. Nekem nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy a Gandhi Gimnázium beleállt abba, amit én kitaláltam. Nyáron megkerestem az igazgató urat, azzal az ötlettel, hogy szeretném, hogyha a Pécsi Fotóhetek 2022-es rendezvénysorozatához csatlakoznának. Ő erre nyitott volt, és ma megvalósult az, amit mindenki látott. Megnyitottuk a Pécsi Fotóhetek 2022-t. Még Balogh Zoltán miniszter volt a kezdeményező és a támogató annak idején a Nerok stúdió létrejöttében. A technikai eszközökben lelket kellett lehelni, ez azóta megtörtént. Baranya megye is támogatja, elismeri a fotóklubban történő alkotó munkát. Az elmúlt három esztendő arról szólt a Gandhi Fotóklub életében, hogy Marsalkó Péter pécsi fotóművész vállalta azt, hogy a Gandhi Gimnázium fiatal, tehetséges hallgatóinak nem csupán azt tanítja meg, hogy mit kell csinálni egy fényképezőgéppel, hogyan lehet egy fényképet elkészíteni, de megtanította azt a látásmódot is, hogy érdemes szemlélni a bennünket körülvevő világot, és hogyha végig megyünk itt Pécs belvárosában, a Király utcában, most megnyitott tárlaton, és megnézzük ezeket a képeket, akkor azt láthatjuk, hogy azok az épületek és személyek, akiket magunk is ismerünk baranyaiként, mert éppen Alsó Szent Márton egyik épületét örökítik meg, vagy a szomszédos Horvátország egyik helyszínét, egészen máshogy látjuk ezeket. Benne van a fotót készítő fiatal művésznek az életérzése is, az a látószög és az attitűd, ahogy ő készítette. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon jó közösség alakult az elmúlt időszakban a Gandhi Gimnáziumban, és én azt gondolom, hogy ehhez persze az is kellett, hogy az iskola, amely lassan két évtizede működik Európában is, Magyarországon is egyedülálló módon, és azt a missziót hivatott teljesíteni, hogy a roma társadalom számára a következő generáció tagjai között is meglegyenek azok a roma értelmiségiek, akik viszik tovább a közösség vezetését. Én azt gondolom, ők most egy új lendületet kaptak a fotóklub által, és ehhez segített hozzá a Nemzetiségi Roma Oktatási Központnak a technikai felszereltsége is. Gratulál a Gandhi Gimnáziumnak Joka Daróczi János, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója, hiszen ebben a középiskolában történt meg először ilyen jellegű képzés. Ezek a fiatalok, akik ma itt kiállítanak, vélhetőleg, ha befejezik a gimnáziumot, ha leérettségiztek, merem remélni, hogy olyan utat, olyan pályát fognak maguknak választani, ami a művészettel, ezzel a művészettel, a fotóval, a médiával rokon történet. Néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt egy ilyen kiállítás megvalósítása, ezért nagyon hálás a befogadóhelynek, a szervezőknek és főleg a gyerekeknek, akik fantasztikusan szép munkát állítottak ki, Ignác István, a Gandhi Gimnázium igazgatója. Ugyan volt már a gyerekeknek az előző évben megjelent egy fotóalbuma, de azért így megjelenni, azért ez egy egészen más lehetőség. És azt gondolom, hogy most már ez a hely talán jelzi azt a színvonalat, ahova ez a gyereke, ahova a mi gyerekeink eljutottak ebben a témában, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá. A kiállítás megtekinthető Pécsen, a Trezor rendezvényházban. Idén a Baranya megyei önkormányzat közgyűlése Baranya díszpolgára címet adományozott Demjén Ferenc Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, dalszövegírónak. Demjén Ferenc a magyar rockzene egyik legkedveltebb egyénisége, már 32 éve él Baranya megyében Díjuspusztán. Rudán Joe meglepetésével vette kezdetét a méltatása a megyennapi ünnepségem. A művész Demjén Ferenc Honfoglalás című dalát adta elő a közönségnek. Nem véletlenül, hiszen a dalszerzőt tüntette ki a Baranya megyei önkormányzat. A Kossuth-díjas rock legenda most a Baranya megye díszpolgára címet kapta meg. Nem voltam biztos, hogy jó
jót hívtak el, lehet, hogy téves volt az egész. Aztán utána gondoltam, és tényleg emlékszem rá, találkoztuk már az elnök úrral, és az igazság az, hogy akkor biztos igaz, és hát nyilvánvalóan nagyon nagy megtiszteltetés. Tulajdonképpen ez egy egész megye, és nem egy kis megye, és mivel itt élek, ez még jobban megérint engem, mert szeretek itt lenni. Tehát, hogyha valamit tudok tenni még a megyéért, vagy egyáltalán a megyében, akkor én nagyon szívesen mindent elvállalok, már csak azért is, mert az egyik legszebb táj és a legszebb megye. Szeretek itt lenni, és olyan jó érzés, mikor a nagy budapesti utazások, mert minden héten van egy utazás, nyilván a fellépés, vagy akármi más miatt. Pestre, akkor mikor jövünk be, és bekanyarodunk a hetesről, onnan már nagyon közel vagyunk a Baranya határhoz, és úgy kinyílik a világ valahol nekem. Demjén Ferenc és felesége már 32 éve élnek a megyében. Mint mondja, Baranya már az otthonukat jelenti. Bármennyire is jó helyen lakom Budapesten, és gyönyörű szép kilátásra, de azért nem nagyon megyek az utcán, nem nagyon sétálok, így este fele megy később sem, mert egy kicsit idegen lett nekem. Szóval nem azért, mert vidéken lakom, hanem azt hiszem a koromhoz is, meg az egész életemhez is jobban illik egy természet közeli, egy pontosan a természet kellős közepén élni, és végül is az ember gyerekkori álmai válnak valóvá, amikor megengedhetem magamnak, hogy állatokat tartsak, akiket szeretek, nyilvánvaló. Hát persze nem kell, nem krokodilt, nem oroszlánt, hanem lovakat, kutyákat, macskákat, ami különben is szeretnék többet is, de többen már nincs lehetőség. Azért jött itt a dél Magyarországból, hogy számításba, mert nagyon sokat jártunk le előtte is Horvátországba, tengerpartra, és az nagyon-nagyon hosszú út volt Pestről. Hát most már nem olyan nagyon hosszú, mert megépült az autópálya, de amikor nem volt, akkor egy út volt lefele, és az 8-10 óra volt, hogyha lementünk Pestről. Akkor körülnéztem, hogy akkor miért ne lehetne nekünk így valahogy egy kis helyünk, ahol meg tudunk szállni egy éjszakára, vagy ahogy. És aztán jöttünk, és találtunk egy akkor igazán tanyát, ez egy kicsit lejjebb van innen, még egy picit lejjebb, teljesen messze mindentől. És annyira megszerettük, hogy végül is egy-két éven belül úgy döntöttünk, hogy ez lesz a hangsúlyosabb hely, tehát itt teszünk többet, és csak akkor megyünk Pestre, mikor igazán dolgunk van, mert máskülönben igazán nincs ott tennivaló, ami pedig szükséges információk, és az egész tulajdonképpen ott lenni akkor is, mikor nem vagyunk ott, arra még itt van az összes technika, ami most már elérhető, és nyilvánvalóan ezt használjuk mi is. A művész számos emléket és élményt szerzett 75 éve alatt, a megyére pedig mindig nagy örömmel gondol. Az, hogy az itteniek például teljesen befogadtak, tehát én nem érzem magam egyáltalán idegennek, sőt, egy kicsit túl fontoskodónak is érzem magam, de nem vagyok úgy igazán egy nagy aktív, mondjuk, se nem politizáló, sem igazán nem szólok be, ez végül is Baranyait, megvannak a dolgok rendezve. Én itt vagyok, és élvezem tulajdonképpen. És hát nem sokan tudják, hogy hol lakom én, ugye országszerte, de nem cserélnék azért, hogyha Budapest legelitebb negyedében lakni, az se lenne olyan jó, mert ennyire szabadon sehol nem élhetnék. Ez a körülnézünk, akkor ez majdnem minden itt tartozik hozzám, és éppen emberi mértékű, szóval meg be tudom járni egy nap alatt.
mese, néptánc, gála műsor, mindez jótékonysági céllal. A Pécsi Kodály Központban léptek fel azok a művészek, előadók, akik segíteni szeretnék a Kerekvilág Alapítványt. A bevételből ugyanis lakóotthon építését támogatják, ahol majd mozgáskorlátozott fiatalok kezdhetnek önálló életet. Nagy tapsal fogadta a közönség Berec András mesemondót a Pécsi Kodály Központ színpadán. Az ember a tudományáért már gyerekkorától sokat futkos. Mikor az egyik gyermek azt mondta, édesanyám, én nem figyelmes voltam künn az udvaron, hát a kók is, a tyúkra tízszer a legkevesebbre a repült. Hanszó gyermek, tízszer. Tízszer, erig mond meg apádnak. A fenét, anyádnak. Hát, nem, apádnak. Elmondja, édesapám, ha figyelmes voltam, mások helyett is ügyelek. A kók is a tyúkra 12-szerre repült, jöttem be 2-szer. Igen, igen, ugyanarról, nem, örökké másra, erig mond meg anyádnak. Örökké az ember a magasabb igazságokért egy helybe hiába ül. Én is, amit most elmondok, sok kilométert futkoráztam érte. Azt mondta az öreg, mikor látta az arc kifejezésemen a hiányt, és érezte, hogy más nem, hanem csak ő pótolhat fel. Azt mondta, na fiam, piros alma hult az én bal kezembe. Három fele vágta. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét elmeséli. Egy azzé, aki elbeszéli, egy pedig legyen az enyém. Aranyalma is belé hullott az én jobb kezembe. Három fele kínoztam, nem az volt a könnyebb. Egy legyen azzé, aki ezt a mesét meghallgatja, egy azzé, aki meghallja, egy pedig legyen mind a hányunké. Ez volt az első meséje a Kossuth-díjas művésznek, aki házigazda volt az október 16-án tartott gálán. A Kerekvilág Alapítvány megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelték, illetve új tervük megvalósításához vártak támogatókat. Itt lépett fel Berec András, akit a Pécshez kötődő kapcsolatáról, a meséről, történetmesélésről kérdeztünk. Régi kapcsolatom van a Kerekvilág Alapítvánnyal. Én már nem tudom hány évvel ezelőtt, talán mikor Pécset felléptem, az egyik első, az a velük való szövetség volt, nekik tartottam előadást, ahol fogyatékkal élő embertársainkon segíteni lehet, én oda mindig nagyon szívesen megyek, hát most is így történik. Pécshez amúgy nagyon sok szál köt. Jártam én ide Bordal Fesztiválra, itt sok rétegű barátságaim vannak. Ismerem én itt a szőlőhegyeket is, ismerem az óvodákat, az iskolákat. A mese jelenével kapcsolatban legtöbbször a mese elsíratása hangsúly jelenik meg. Én a másik oldalt látom, nem azt, hogy a mese gyengülő félbe volna, hogy ez a mikorunk elnyomná, eltaposná, gyérítené, hanem mintha fordítva volna, egyre nagyobb szüksége van rá, és egyre többen jönnek erre rá. Magyarországon, Európában, Amerikában. Ázsiában azért nem nagyon, mert ott még falu közösségek vannak, és nincs szükség polgári értelmiségi rétegre, amelyik ezt átöleli, fenntartja, újra tanulja. Ott Ázsia szerte még most is többnyire öröklődik, és a maga életét éli. De idehaza, mintha a mese mondjuk így az utóbbi 2 évtizedben a büntetését befejezte, kikelt a sarokból, térdeplésből, felállt, leverte a nadrágját, és olyan helyeken kezd előfordulni, hogy ő maga se ér rá csodálkozni. Tehát tudom, hogy mesemondók most már ott vannak rendhagyó jegyes oktatásokon, kocsmák fenekén, templomi szószékekben,
televíziós adásokban, tehát a mese most kezd szárnyalni. Néptáncosok, együttesek is felléptek a jótékonysági gálán, mindannyian felajánlva így segítségüket az alapítványnak. Az elmúlt 32 évben, most már 32 éves az alapítvány, csak a pandémia miatt most tartjuk a 30 éves jubileumot. Ebben a 32 évben azt tapasztalhattuk, hogy mindig volt segítség. Gyakorlatilag nulláról indult az alapítvány, semmilyen háttere nem volt. 33 magánember úgy gondolta, hogy létre kell hozni egy olyan szervezetet, amelyik a fogyatékkal élőknek a beilleszkedését segíti, igazából az emberhez méltó életnek a megélését, és aztán amikor először nappal intézményt hoztunk létre, aztán iskolát, aztán támogató szolgálatot, és most a lakhatásra próbálunk megoldást találni. Most is összefogásban bízunk, hiszen saját magunk nem tudnánk ezt megvalósítani, de nagyon úgy tűnik, hogy lesz is. És nagyon hálásak vagyunk ezért Berec András művész úrnak, aki ráadásul harmadszor vállalta el, hiszen az elmúlt két évben már meg akartuk rendezni ezt a gálaestet. És a Misina Tánc Együttes, Zengő Együttes is nagyon sok fiatal tehetség, mindannyian természetesen felajánlják a támogatást az alapítványnak, és ugyanígy meg kell köszönnöm a Pécsi Önkormányzat felajánlását is. Ugye minden évben meghirdetik, hogy a Kodály Központot lehessen használni bizonyos civil rendezvényekre gyakorlatilag önköltségesen, ezt mi is megkaptuk, ezt a lehetőséget, köszönjük szépen. Ebben a kertvárosi elhanyagolt épületben akarnak új lakáshotont építeni az alapítvány tagjai. Ebben egy pályázat segíti őket, de a támogatási összeg kisebb, mint ami a beruházáshoz kell. A jótékonysági gála és bevételét is a lakóotthonra fordítják majd. Kiállítás nyílt pécsi építészek munkáiból, akik most nem az épületeiket, hanem az általuk tervezett tárgyakat mutathatják meg így a közönségnek. Bútorok kül- és beltéri használatra, szakrális tárgyak templomokból, de még ékszer is akad a megálmodott tárgyak között. A Pécsi Csontvári Múzeumban nyílt kiállítás a napokban, a kortárs pécsi építészek kalandozása a dizájn világában. Az idei dizájn hét fő témáját, dizájn és építészet kapcsolatát járja körül, ezúttal a kortárs építészet közegében. Neves többnyire a pécsi építészet középnemzetékéhez tartozó alkotók dizájn munkáit mutatja be, egy-egy bútordarab, továbbá tervek és fotók segítségével. Felkérésre jött össze, tehát az ötlet igazából ugye ahhoz kapcsolódik, hogy a Pécs-Varanyai Kereskedelmi és Iparkamara, akivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk a múzeumban, felkért bennünket, hogy valamilyen módon csatlakozzunk az idei pécsi Design Week programjához, és a cím, az építészet és a dizájn kapcsolata, hát ez nekem személy szerint nagyon kapóra jött, mert én építéscsaládba származom, és a kapcsolataim azok ezen a téren számosak, és egy kicsit ismerem az építészeknek a gondolkodását, és arra gondoltam, hogy itt mennyi remek építész van ebben a városban, akik nem csak házakat terveznek, én ezt tudom, más is tudja, hanem tárgyakat és bútorokat, belsőket, vagy akár használati tárgyakat, és elkezdtem telefonálgatni, kinek van ilyen tárgya. Először nagyon kevés pozitív választ kaptam. Többnyire azt mondták, hogy jaj, hát valaha volt, de már nincs meg, és aztán szépen jöttek elő sorra a tárgyak, míg aztán megtöltötték ezt a kis kiállítóteret. Teljes egészében ugye a pécsi dizájnnak a történetét természetesen nem lehetne enni sokkal, de sokkal gazdagabb. Most éppen azért egy ilyen szűk kis perspektívát alkalmaztunk, hogy csak az építészeket kértük föl erre szándékosan, és nem a belső építészeket vagy a dizájnereket, hiszen akkor ugye partalanná lett volna ez a kiállítás, ami mellesleg egy jó nagy helyen és jelentős eszközökkel nagyon szépen megcsinálható lenne, de ez most nem erről szólt. A tárgyak nagyon érdekes módon két csoportra oszlottak, nagyon sok volt a szakrális tárgy, templomi padok, berendezések, kandeláber, ami ugye a ravatalozóhoz tartozik, tehát magától alakult így, hogy lett egy ilyen kis szakrális szekció, és a többi rész az pedig a legváltozatosabb, a lámpától a gombig mindenféle tárgy előfordul. A legkorábbi tárgyunk az 1974-es, Lévényi Sándornak egy asztali lámpája, ami ma is működik, hát a legújabb pedig 2022-es, tehát egészen újak is vannak.
hogy Pécskehez köthető-e, hát ugye nagyon sok a tárgyak többsége az konkrétan kapcsolódik Pécshez. Pécsi épületekben találhatók, onnan hoztuk el őket, a Postavölgyi templomnak a papi székei, vagy a kertvárosi kápolnának a bútorzata, a székesegyháznak az új padjai, tehát számos ponton felismerhetők ezek a pécsieknek. Be kell vallanom, hogy ezek azért eléggé adhok módon alakította magát ez a kiállítás, tehát itt nem úgy volt, hogy tudjuk, hogy vannak műtárgyak, és akkor azokból válogatunk, hanem az lett, amit hoztak. Tehát ebből adódóan van egy ilyen heterogén jellege is, de szerintem ez a témához illik és belefér. Ugye az utcabútorokat nehéz lett volna sajnos valóban kiállítani, bár itt Bence Zoltán egy utcabútorzathoz tartozó biciklitárolóját mobilizálni tudta, és azt ki tudjuk állítani. Nyilván, tehát ez alakította, hogy milyen tárgyak szerepelnek tablókon, tehát terveken vagy fotókon, és mik azok, amik a maguk valójában meg tudnak jelenni a kiállításban. Fontos volt, hogy tárgyak legyenek, hiszen a múzeumban tárgyak vannak, persze vannak dokumentumok is, de mégiscsak a tárgy adja az élményszerűségét egy kiállításnak. Őszintén szóval a tárgyakat nem számoltam meg, 15 alkotó is, abból hogy az egyik, ez egy alkotó páros, Szranyá Gerge és Zilahi Péter, ők egy közös projektet mutatnak be, de 15 rangos név tartozik ide. Az anyag zömét a kortárs pécsi építészek egy-egy műve, illetve az azokat kiegészítő dokumentumok, fotók, tervek, tablói egészítik ki. Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazin műsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!